Nyáron az önkormányzati választásokkal egy időben tartották meg a roma nemzetiségi önkormányzati választásokat is. A hatvaniak elsöprő többségben döntöttek Baranyi Béla, Baranyi Krisztián, ifjabb Baranyi Béla, Baranyi Katalin, Baranyi Klaudia mellett, így ők alkotják az új testületet. Október 14-én le is tették az esküt. Roma nemzetiségi közösség tagja. Esküszöm. Esküszöm. Hogy képviselői tisztségem ellátása során, nemzetiségi közösségemhez hű leszek. Ezt követően a testület elnökének Baranyi Bélát, elnök helyettesének pedig Baranyi Krisztiánt választották meg. Elfogadták az SMS-t is, így megkezdődhetett a munka. Az elnök, aki már ezzel a harmadik ciklusát kezdi meg, azt mondta, a jövőben is tovább folytatják azt a munkát, amit korábban megtapasztalhattak a hatvaniak. Gyerekeket ugye kirándultatni, ugye múzeumlátogatás, adományosztások, olyan kulturális programok a bemutatása, ami a cigányságot ugye kiemeli, bemutatni ugye a városban élő tehetséges romákat a hatvaniaknak. A hatvani roma önkormányzat továbbra is nagy hangsúlyt fektet majd a különböző segítő akciókra, a fiatalok támogatására, valamint a roma hagyományok és kultúra megőrzésére és népszerűsítésére.